műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nope. Magyar Lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. Szeretettel köszöntök mindenkit, önök a Magyar Lelátó sportmagazint és Varga Dávidot hallják. Amikor napokkal ezelőtt kollégáimmal arról beszélgettünk, hogy ki legyen a vendégünk, akkor azért esett a választásunk a velem szemben helyet foglaló úriemberre, mert már régen hallottunk róla. Aztán láss csodát, nem sokkal később megjelent egy cikk, amely szerint lehet, hogy ő lesz a görög szövetségi kapitány. Igen, Détári Lajosról van szó. Ez az idézőjeles eltűnés szándékos volt, vagy egyszerűen csak nem keresték önt az újságírók? Nem volt ez szándékos. Én úgy érzem, hogy akkor kell nyilatkozni, ha az embernek van valamilyen mondani valója. Az elmúlt időben én nem vettem részt aktívan a magyar labdarúgásban, tehát úgy éreztem, hogy nincs semmilyen jogom, hogy bármiben is elmondjam a véleményemet, majd ha újra szerepet kapok a magyar labdarúgásra, akkor természetesen többször fogom hallatni a hangomat. Arról azonban szóltak a hírek, hogy játékos megfigyelői pozícióban dolgozik egy német cégnél. Mi pontosan a szerepe ott? Ezzel a német céggel most már elég hosszú idő óta kapcsolatban vagyok. Vannak elképzeléseim német játékosokat esetleg Magyarországra hozni, és mellette olyan fiatal tehetségeknek, akik esetleg úgy gondoljuk, hogy megállnak őket külföldön is, olyan akadémiákra kihelyezni őket, ahol a fejlődésük töretlen marad, és esetleg utána még az első csapatba is bekerülhetnek, és onnan válogatott játékosok lehetnek. Kozák Attila nyilatkozta, hogy pár napon vagy héten belül a Dortmund szerződtetni fog egy fiatal magyar játékost. Előre van valami frissebb információ? Természetesen minden megvan ezzel kapcsolatban, de hát mi nem szoktunk előre beszélni, amikor ez meg fog történni, vagy aktuális lesz, akkor el fogjuk mondani, hogy ki az a játékos. Természetesen nem a levegőbe beszélt az Attila, hiszen minden elő van készítve, küldtünk már több játékost ki Angliába is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy reális lehetőség. Na, akkor most térünk át erre a kapitányi kérdésre. Megmondom őszintén, ez a kérdés most engem nem foglalkoztat. Azért lenne pikantériája, ha saját hazája ellen debütálhatna, mint szövetségi kapitány. El kell olvasni a cikket, ott minden le van írva, tehát aki benne van a labdarúgásban, azt tudja, hogy működnek ezek a dolgok, nem úgy, mint Magyarországon. Itt minden nap 18 nevet leírnak. Tehát itt ez tényleg már vicc kategóriába tartozik, hogy ki lesz a szövetségi kapitány. Egy normális országban, vagy mondjuk egy normális klubnál, ha folynak a tárgyalások, azok mindig háttértárgyalások. Mindig van 5-6, vagy esetleg több jelölt is, és az elnök el fogja dönteni, hogy ő kire bízza a kispadot. Most folyjon a beszélgetés tovább két szálon. A téma marad a labdarúgás, azon belül is a magyar labdarúgás. Az egyik szál a foci Détári Lajos idejében, a másik a jelenlegi itthoni helyzet. Kezdjük az utánpótlással. 2 hete Torgál Sanyival beszélgettem, tőle is megkérdeztem, hogy mi az, ami hiányzik a mai fiatalokból, szerinte a tűz. Ön mit gondol erről? Nagyon nehéz összehasonlítani, hogy mi történt 25-30 évvel ezelőtt, tehát már teljesen mások voltak a lehetőségek. Abban a rendszerben minden biztosított volt a gyerekeknek. Volt labda, volt szerelés, volt pálya. Nagyszerűen lehetett dolgozni. A mostani időben úgy látom, hogy a gyerekek már nem nagyon szeretnek futballozni, nincsenek grundok, nincsenek lehetőségek, hogy hol futballozzanak. A másik meg az, hogy azt is el kell mondanunk, hogy a sportág nagyon sokat veszített a népszerűségéből. Nagyon sok olyan esemény történt, ami nagyon negatívan hatott a sportágra, a labdarúgásra, és ezáltal nagyon sok szülő nem a labdarúgást választja a gyerekének, mert most már ott tartunk, hogy sajnos a szülők választják ki a sportágat a gyerekeknek, hanem olyan sportágakat, mint az úszás esetleg, vagy a vízilabda. Nincsenek grundok, nincs hol játszani, hisz az MLS azt kommunikálja, hogy sorra nyílnak például a műfőves pályák. Persze, ezek így vannak, meg is épülnek ezek a műfőves pályák, például iskolákban, ahol óránként 8 vagy 10 ezer forintot adják ki. Hol vannak a gyerekek, akik ezt meg tudják fizetni? Egy idézet öntől a válogatottbeli debütálásáról. Amikor oda kerültem a válogatotthoz, nem tudtak olyat mondani nekem, amit ne csináltam volna meg. Ha arra kértek volna, hogy hordjak el egy hegyet, úgy elhordom, mint a húzat. Na most ezzel szemben manapság olyanokat mondanak a játékosok, hogy még 4 mérkőzés erejéig eljönnek és segítenek a válogatottnak. Ennyit változott a címeres mez értéke? Megváltozott minden, tehát amikor mi válogatottak volt, tehát az embernek, amikor elkezdett futballozni, az volt az első, hogy valamelyik csapatba oda kerüljön. Utána oda került a serdülő 4-be mondjuk, ahol én is kezdtem, utána jöttek a nagyobb célok, serdő 3, serdő 1, és akkor így az ifig. Amikor már az ifiből kiöregettünk, akkor meg természetesen az volt a cél, hogy bekerüljünk az első csapatba, és 1-es játékosok legyünk. Majd mikor az ember már az NB1-ben is azért többször játszott, jó teljesítmény nyújtott, akkor jött az, hogy akkor válogatottság. Természetes, hogy mindent az ember alárendelt a válogatott szereplésnek, akkor ez az egy óriási kiugrási lehetőség volt. A mostani válogatott játékosok azt elfelejtik, hogy úgy kerültek külföldre, hogy játszottak NB1-be, és onnan bekerültek a válogatottba, és a válogatott jó szereplésük nagyban hozzájárult arra, hogy külföldi szerződéshez jussanak. Most, hogy már kint van a külföldön, természetesen profi labdarúgók lettek, idézőjelbe téve, és most már azért gondolkodnak azon, hogy megéri nekik a válogatottba játszani, vagy nem éri meg a válogatottba játszani, hiszen nagyon sokszor olvastam, válogatott játékosok nyilatkozták, hogy ha eljön a válogatottba és visszatér a klubcsapatába, akkor az edző mindig kiadja a kezdő 11-ből. Ez az én időben, én játszottam külföldön, ez elképzelhetetlen lett volna, hogy én valamikor is kispadra üljek azért, mert hogy a válogatottból szóhoz jutottam. Ők már másképp gondolkodnak, ők külföldön képzelik el a jövőjüket, ott szeretnék az anyagi biztonságukat megalapozni, ez is helyén van, hiszen egy játékosnak 10-12 év áll rendelkezésére arra, hogy egy olyan összeget összefutballozzon, hogy utána esetleg nyugodtan éljen a profi pályafutása után. Elképzelhető, hogy egy pár játékos vacilál azon, hogy most érdemese neki a válogatottba játszani, vagy nem. Az első NB1-es meccsére még 7 évesen úgy jutott ki, hogy egy ismerőse jegyeit kapta meg. Akkor ilyen egyszerűen mentek a dolgok, ha van jegy, akkor be lehet menni. És ez az idő is elmúlt, ma már szurkolói kártya kell, macerás a beléptetés, na meg néhol tenyérlenyomatot is kell adni. Olyan problémákat feszegetünk, aminek semmi értelme nincsen. Hát gondolják azt, hogy Magyarországon ne tudnának valakiről valamit is. Mindent tudnak, amit akarnak. Tehát nem ez fogja meghatározni azt, hogy esetleg valaki a stadionba kimegy és vesz egy szurkolói kártyát, és ez által be fogják azonosítani. Én úgy gondolom, aki normális szurkoló és azért megy ki a mérkőzés, hogy szurkoljon a csapatának, az biztos, hogy nem jelent semmilyen problémát az, hogy most szurkolói kártyát kell venni, és csak ezzel lehet a stadionokba bemenni. Ez is egy kicsit fel van fújva, már rég le kellett volna ülni az érintetteknek és megbeszélni ezeket a problémákat. Mindenkinek engedni kellene egy kicsit az elképzeléseiből, és akkor esetleg nem 200 vagy 300 néző előtt játszanak le a mérkőzéseket. Egyébként ennek milyen volt a kapcsolata a szurkolókkal? Én úgy gondolom, hogy soha nem volt semmilyen problémám egy szurkolótáborral se. Nem voltam az a durva játékos, nem nagyon kötözködtem. Tiszteletbe tartottam mindig az ellenfelet és az ellenfeleknek a szurkolóit is, és semmilyen atrocitásom soha nem volt ebből. Ismét megemlíteném Torgál Sanyit, bár ígérem már utoljára. Ő ugyanis nemrég panaszkodott az egyik játékvezető verbális megnyilvánulásaira, de többen is szót emeltek már egyes sporik stílusa ellen. Mi volt a helyzet régen ezen a téren? Régebben a játékvezetők sokkal toleránsabbak voltak, tehát nem azt jelenti azt, hogy itt mindent megengedtek a pályán, nagyon kemények voltak, elismert, nagyon jó bíróink voltak, most is vannak jó bíróink, de valahogy sokkal másabb volt a hangulat, egy kicsit úgy közelebb engedtek magukhoz, tehát azt nem azt jelenti, hogy tegezhettük a bírókat, de azért, ha esetleg szóltunk, hogy hát nem biztos, Pori, hogy ez fart volt, akkor esetleg ő is elgondolkodott rajta, vagy azt mondta, hát igen, ez elképzelhető, de majd jobban figyelek. Most meg ott tart, hogy jönnek ezek a 25-30 éves játékvezetők, és egyszerűen nem lehet hozzájuk szólni, hanem azt hiszik, hogy ők vannak itt a labdarúgásért, és ők a meghatározó szereplők, pedig épp az, hogy akkor lennének igazán meghatározók, ha úgy vezetnék le a mérkőzéseket, hogy észre se kellene venni, hogy itt játékvezető van. Az, hogy például egy edző nem állhat föl a kispadról, vagy esetleg nem szólhat úgy be a pályáról, mert már a negyedik bíró minden pillanatban föláll és figyelmeztet, tehát ez véleményem szerint ez így Magyarországon ez nem fog működni, meg kell nézni a külföldön. Az természetes, hogy az edző véleményt formálhat, vagy esetleg hányszor látni a Murinyó vagy a Arsene Wenger például a negyedik játékvezetővel ott beszélget és megbeszéli, hogy mi történt a pályán. Ha ezt normális keretek között és olyan hangnemben teszi meg az edző, én úgy gondolom, ebben nincsen semmilyen kivetni való, és a játékvezetőknek de sokkal jobban partnernek kellene lenni, és akkor ami mérkőzések is jobban alakulnának. Térjünk át Mexikóra. Azt, hogy mennyit változott a labdarúgásunk, talán az is mutatja, hogy az én generáció már teljesen másként tekint arra a VB-re. Mi gyakorlatilag sikerként könyveljük el, mondván legalább jutottunk. Önöktől viszont akkor ennél jóval többet vártak. Úgy gondolom, természetes volt, hogy sokkal többet vártak tőle a csapat, hiszen előtte bizonyítottuk, hogy jó erőből álló csapat vagyunk, egységesek vagyunk, nagyon jó ellenfeleket tudtunk megverni, és megfelelő önbizalommal vártuk ezt a mexikai tornát, ahol mi is úgy gondoltuk, kötelező elvárás az, hogy jussunk tovább a csoportból, és utána, hogy aztán kivel, hogy kerülünk össze, az már a szerencsén is múlt volna. Sajnos ez nem sikerült, egy óriási hanyatlás indult a mexikai világbajnokság után, tehát akkor indult le a magyar labdarúgás lefele, de szétszették azt a csapatot, amelyiknek véleményem szerint a gerince még nagyon sokáig együtt futballozhatott volna, és az eredmények utána önmagukért beszélnek, hiszen azóta nem voltunk semmilyen tornán. Most megemelték az Európa-bajnokságra kijutó csapatok számát, a világbajnokságit egyelőre nem. Mi a véleménye a selejtező sorozatról, a mostani válogatottról, az esélyekről? Én azt mondom, hogy ezzel, hogy fölemelték a létszámot, az Európa-bajnoki csapatok résztvevőinek a számát, mindenféleképp illő lenne kijutni, hiszen már tényleg olyan csapatok vannak itt a csoportokban, akik hát azért egy pár évvel ezelőtt még azért nem jegyezték az európai labdarúgásba. Tehát ennyit változott a futball, a kis csapatok nagyon-nagyon sokat fejlődnek, a körülöttünk lévő országok labdarúgása fejlődik, csak a magyar labdarúgás áll most már 86 óta, és semmilyen változás, semmilyen eredmény nem történt. Legyen a partnerünk, hirdessen nálunk, vagy támogasson bennünket. 12 rádió szerte az országban, több mint 100 000 hallgató. Érdeklődni a hirdetés@magyarlelátó.hu címen, vagy a 0620 2000 250-es telefonszámon lehet. Várjuk jelentkezését! Térjünk át az edzőségre. Ön több egykori mesteréről is azt nyilatkozta, hogy ők olyanok voltak, hogy beléptek az öltözőbe, és nem kellett felemelni a hangjukat ahhoz, hogy tiszteljék őket. Önnek edzőként sikerült kivívni ezt a tiszteletet a játékosok körében? Én úgy gondolom, hogy mindig sikerült, hiszen akárhol, ha edzőt kerestek, például Fradinál azt mondták, olyan edzőt keresnek, hogyha bemegy az öltözőbe, akkor ott mindenki tudja, hogy bejött az edző. Tehát nem olyan edzőt, akinek háromszor kell bejönni, hogy észrevegyék, hogy itt van. Természetesen azért a játékos múlt az nagyon sokat jelentett, az már egy óriási előny volt, ha beléptem az öltözőbe, a másik meg az, hogy utána meg szakmailag el kellett, és emberileg is el kellett fogadtatnom magam a játékosokkal. Ez mindenhol sikerült, hiszen jó kapcsolatom alakult ki a játékosokkal, úgyhogy a mai napig, ha akármilyen problémájuk van, nagyon sokan hívnak, keresnek, hogy ha segítséget kérnek, vagy ha akármiben tudok nekik segíteni. A vezetőkkel azonban korán sem volt mindig makulátlan a kapcsolat. Ha végignézzük az állomásait edzőként, akkor láthatjuk, hogy sok úgy ért véget, hogy összeveszett az épp aktuális elnökkel. Érez ezekben valamilyen felelősséget? Hát felelősséget azért érzek, hogyha a vezető ígérget és nem fizeti ki a játékosoknak a pénzét, akkor én úgy gondolom, hogy nekem kötelességem kiállni a játékosok mellett, hiszen együtt dolgozunk. Akkor tudok egy játékostól követelni, ha minden rendben van vele, úgy a magánéletben, úgy, ahogy a fizetés szempontjából is, hogyha aláírt egy szerződést, akkor azt ő teljesíti, edz a pályán, mérkőzéseket játszik, akkor a másik oldalnak kutya kötelessége teljesíteni, de hát sajnos a magyar labdarúgásban nagyon sok ígérgetés van. Hál' Istennek a mostani 2-3 szezonban még nem hallottam olyat, hogy valahol is komoly tartozások lettek volna. Most azért már rendeződött a rendszer. Én mindig játékospárti voltam, hiszen én is játékos voltam előtte. Tudom nagyon jó, hogy ahhoz, hogy a játékos rendben legyen, nyugodtan az edzésekre és a mérkőzésekre tudjon készülni, ahhoz egy nyugodt anyagi háttérre is szüksége van, hiszen azért úgy nem lehet edzeni, hogy idegeskedik azért, hogy mikor kapunk fizetést, mikor tudja befizetni az autótörlesztést vagy a lakástörlesztést, ilyen állapotban nem lehet futballozni, és az természetes volt nekem, hogy mindig kiálltam a játékosok mellett, és neki mentem a vezetőknek, és követeltem tőlük, hogy rendezzék le elmaradt pénzeket. Hát nagyon sokan ezt zokon vették, és utána akkor elváltunk egymástól, de ez engem soha nem zavart, hiszen olyan emberre nem tudok együtt dolgozni, aki végig hazudozik. Legnagyobb edzői sikerét a haladással érte el, ahonnan egyébként szintén az anyagiak miatt kellett távoznia. Akkor ön feljuttatta a csapatot, most viszont a kieséstől kéne megmenteni a halit. Szép feladat lenne, nem? Erről is megvan a véleményem, hiszen Magyarországon ezekben az edző kérdésekben nem tudom, hogy kik döntenek, de hát ott a haladást azért volt futballisták is, akik elég magas szinten játszották a labdarúgást, és akkor oda visznek egy olyan edzőt, aki már egyszer ejtette a Szombathelyt, és mellette tudni kell róla, hogy nem az az ember, aki tudja motiválni a játékosokat, hanem épp az volt mindenhol a problémája, hogy inkább ilyen befelé forduló, és nem nagyon kommunikál a játékosokkal. Ennek ez lett az eredménye. Hát az is egy probléma lehet, hogy ugyanaz a 10-12 edző forog a magyar labdarúgásban, és cserélgeti a csapatokat egymás között. Hát igen, vannak ilyen dolgok, hogy valakit elküldnek szerdán, és jövő héten már egy másik csapatnak a kispadján van, csak kérdezem én, hogy akkor egy hét alatt mitől lett jobb edző. Beszélgessünk a Fradiról. Amikor kinevezték ott edzőnek, akkor a bentmaradást és a fiatalok csapatba építését kérték öntől. De az előbbi nyilván sikerült. Mit gondol az utóbbiról, tehát a fiatalok beépítéséről? Meg kell nézni, hogy kik játszanak most a Ferencvárosban, tehát azok a játékosok, akiket én akkor idehoztam, azok most meghatározó játékosai a Ferencvárosnak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó úton kezdtünk el építkezni, csak sajnos még akkor nem voltak olyan anyagi lehetőségek, hogy ilyen játékosokat tudjunk igazolni, mint akik most játszanak, vagy esetleg akik előtte játszottak a Ferencvárosban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy emelt fővel jöttem el, amit én vállaltam, azt én teljesítettem, bemaradt a csapat, Ferencváros érzelmi játékosokat hoztunk ide, fiatal játékosokat, a Gyömbér Gáborról nem is beszélek, aki meghatározó játékos a Ferencvárosnak, csapatkapitánya, és mellette válogatott játékos. Igen, hát több olyan játékos volt, akit még itt ide igazoltunk, Busai, Holman, mellette azt gondolom, hogy a Máté Jani és az Orosz Márk is olyan szinte fog emelkedni, hogyha visszatér esetleg a Ferencvárosba, itt is meghatározó játékosok lehetnek. Ön után jött Moniz és Doll, azaz egy holland és egy német vonal, most pedig már ott tartunk, hogy lassan örülünk, ha 5 magyar játékos kezd a nemzet csapatában. Igen, ez egy nagyon nagy probléma mindenhol a világon, hogy a idegen légiósoknak a számát hogy tudnák leredukálni, és minél kevesebb külföldi legyen. Sajnos az EU-ban ez a munkavállalási lehetőség, ez megkönnyíti a helyzetüket. Én úgy gondolom, hogy itt klubvezetőknek kellene, vagy a ligának kellene, ami nincsen, kellene egy olyan határozatot hozni, amikor leülnének az elnök és gentleman agreement alapján megállapodnának abba, hogy na, itt akkor csak 5 külföldit szerepeltetünk, és ezt minden csapat betartaná. Így lehetne véleményem szerint megakadályozni, hogy itt 15-16 külföldi legyen csapatnak. Hát ráadásul nem is 15-16 extra jó képességű külföldiről beszélgetünk. Így van, tehát én mindig azt mondom, hogy 12 évet játszottam külföldön, tehát azért én érzékeltem azt, hogy mit jelent egy külföldinek, meg milyen elvárások vannak egy külföldivel szembe. Tehát itt Magyarországon vannak olyan külföldiek, akik 3-4 évig itt vannak, játszanak 8-10 mérkőzést ez idő alatt, és fölveszik minden hónapban a fizetésüket. Én azt gondolom, ennek nincsen értelme. Olyan külföldire, aki teljesít, és jobb teljesítményt tud nyújtani, mint egy magyar játékos, természetesen mindenféleképp szükség van, hiszen ez előre viszi a magyar labdarúgást, de olyan külföldieket hozni, akik csak a probléma van velük, és mellette még a játék tudásuk se üti meg az emberi szintét, ennek nem látom semmilyen értelmét, de azért van elképzelésem arról, hogy valakik ezeken a játékosokon jó pénzeket keresnek. Külföldi edzők kellenek nekünk, mondjuk a válogatott kispadra, vagy egy magyar is meg tudná oldani? Én nem tudom, hogy miért, de ha valaki a határon túlról jön, akkor már istenként kezelik, és hát ő mindent tud. Én azt gondolom, hogy amikor elkezdődött a magyar játékosoknak a külföldre való kimenetele, és a Bálintlaci volt az első, aki kiment, akkor azzal a szándékkal engedték ki a játékosokat, hogy kimennek, tapasztalatot szereznek, nyelvtudásra tesznek szert, és ezáltal, amikor visszakerülnek, akkor ezeket a kintszerzett tapasztalatokat majd hasznosítani tudják majd a magyar labdarúgásba. Ehhez képest, ha megnézzük, hogy a volt idegen légiósok között az elmúlt 25 évben hány olyan edző dolgozik az NB1-be, aki tényleg komoly profi pályafutást futott be külföldön, és mellette tényleg nyelveket tanult meg, és emellett még a legmagasabb pro-licences végzettsége van. Ebből azt hiszem, hogy semmi nem valósult meg, a másik meg az, hogy hát itt jönnek a külföldiek, vagy hát én nem tudom, most a Győrt megnéztem, 2 mérkőzés alatt azért egy edzőnél kellett volna, hogy valami kis változás legyen. Én nem akarok kritizálni a Miri utcát, de hát úgy fogadták, mint az Isten, holott én azt hiszem, hogy még nem nagyon hallottunk arról, hogy ő tett volna itt a magyar labdarúgástól, vagy milyen edzői eredményei lettek volna. Amikor mi éltük az aranykorunkat, akkor magyar edzőkkel volt tele a nyugati labdarúgás. Akkor tőlünk tanultak, most meg mindent tanuljunk a külföldiektől? Hát dehogy nem, hát MLS aláírt egy szerződést Spanyol Labdarúgó Szövetséggel, csak én nem tudom, hogy ez mit akar, vagy mi lenne ennek a lényege. Tehát természetesen én azt mondom, hogy a magyar labdarúgás olyan szinten van, hogy bárkitől tanulni tudna. Hiszen a környező országoktól kezdve, most nem menjünk bele az elit országoknak a válogatottjaiba, hogy természetesen mindenkitől tanulni kellene, de ez kellene egy program. Én véleményem egyértelműen az, hogy jelen pillanatban a német labdarúgás a legerősebb, és a német labdarúgásból lehetne nekünk meríteni. Olyan dolgokat át tudnánk venni, ami biztos, hogy elősegíteni azt, hogy magyar labdarúgás megújuljon, és azután otlá szinten teljesen meg kellene változtatni ezt a rendszert, a játékosoknak a képzését. Ehhez egyszerű lenne Németországból tanácsokat kérni, hiszen ők is 2006-ban elkezdtek egy teljesen más programot, azóta minden utánpótlás tornán, EB-n, világbajnokságon győztesek voltak, mellette a válogatottuk mindent megnyert, amit lehetett. Tehát én azt mondom, hogy fejlődnünk kell, tanulnunk kell, és nem szégyen tanulni. A szövetség nem kéri ki a véleményét, hiszen belelát a külföldi fociba, ugyanis nem kevés időt töltött odakint. 30 éve mondok olyan dolgokat, amiket most vezetnek be, és akkor most jönnek, hogy ők találták ki. Én mikor kikerültem Olaszországba, 90-ben, ott már egyértelmű volt az, hogy a labdarúgásban nagyon fontos ez erőléti edzőnek a szerepe. Ott Olaszországban a professzoroknak hívták őket. Kovercsánóban, ami az olasz edzőközpont, edzőképzésnek a fellegvára, elindulnak az edzők és a erőléti edzők, majd utána egy év után külön válnak, az egyik csak az edzőségre koncentrál, a másik meg az, hogy a erőlétileg hogy lehet a játékosokat a legjobban felkészíteni, hogy minden mérkőzésen a toppon legyenek, és 100%-ot tudjak nyújtani, és akkor azt mondtam, hogy Magyarországon ezt a kérdést meg kellene már oldani, és most azt hiszem fél évvel ezelőtt indult Magyarországon az első képzés, ami esetleg most erőléti edzőket képeznek, de hát még azért ez még nagyon gyerekcipőbe jár. Egy utolsó idézet. 3-szor voltam magyar bajnok, 3-szor gólkirály, 3 országban választottak meg az év játékosának. 3 országban nyertem kupát. 3 VB csoportmeccs jutott, Mexikó volt a csúcs és a pokoli mélység. Elégedett a karrierjével? Nem mindig azt mondom, lehetett volna jobb is, lehetett volna rosszabb is. Tehát az meghatározta a pályafutásomat, hogy én voltam a legfiatalabb, aki kikerült, az első fiatal játékos 24 évesen Magyarországról. Ennek voltak előnyei is, nagyon sok buktatója volt a utána következő években, hiszen soha nem tudtam szabadon igazolni, mindig meg volt kötve a kezem. Én azt gondolom, nem nagyon kell ebben foglalkozni, most hogy lehetett volna jobb is, vagy lehetett volna rosszabb is. Ez volt a pályafutás, a számok azok nem hazudnak. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan cserélnének, és egy ilyen pályafutást, ha elébük tennének egy papírt, egyből aláírnák. Mik az elképzelései a jövővel kapcsolatban? Lezárul ez az év, és 2015 kezdődik egy munkával teli év. És remélem, hogy nem csak egy év, hanem évek. Csak elképzelésem van, hogy ez most utánpótlás szinten, esetleg profi futball szinten, vagy még nem tudni, hogy mit hoz majd a jövő, hiszen Görögországban januárban lesz a döntés, hogy ki lesz a szövetségkapitány. Mindenféleképpen ennek az évnek le kell, hogy záródjon, és utána 100%-kal csak a munkának szentelem a mindennapjaimat. Mondom, sok elképzelés van, biztos vagyok benne, hogy egyik realizálódni fog, és január 1-től én már dolgozni fogok, hogy a magyar labdarúgásban, vagy a külföldi labdarúgásban, azt még nem tudom. Ehhez sok sikert kívánok, és köszönöm szépen az interjút. Én is köszönöm szépen. Önök a Magyar Lelátót hallották, a jövő héten újra találkozunk, addig is a főszerkesztő Marti Zoltán és kollégáim Csányi Árpád, Havasi Zsolt, Marosvári Dániel és Vető Dániel nevében Varga Dávid búcsúzik önöktől. A viszonthallásra. Nope. Magyar Lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.